Jó, akkor folytatnánk az értekezetet, pokračujem dnešné zastupiteľstvo. Nadpolovičná väčšina je prítomná, pokračujeme vodu 13.3. Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku. 13.3. napirendi pontkeretén belül egy kérelem telek vagyonjogi elrendezésére. Megkérem a vagyonkezelési osztály vezetőjét, adja el az anyagot. Köszönöm a szót, polgármester úr. A 13.3 programpont alatt szereplő kérvényező a várostól megvásárolni szándékozik 1665-ös parcellát, térképen ki van jelölve, 322 négyzetméterről van szó. Célregiszterben erre a parcellára nincs lefektetett tulajdonlap, de az éregiszterben Párkányvárosa tulajdonos ennek a parcellának is. Ha a lokalitást nézzük, a Komenszky utca és a Szőtapok utca kereszteződéséről van szó, ahol található a Miló szaküzlet, mindenünk számára ismerős, tudjuk, hogy miket árusítanak, és a mellette lévő ingatlan a tulajdonosa egyike fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy megvásárolja tőlünk ezt a parcellát, abból azokból, hogy a bejárás a ingatlanokra akadálymentesebb legyen. Kérvényét a hivatalon belül megvitattuk, elemeztük, és végül is arra az eredményre jutottunk, hogy a Párkányvárosa nem javasolja eladásra a kért parcellát, ugyanis a bejárása az ingatlan tulajdonosnak akadálymentes az ingatlanára, és jelen pillanatban város is elhasználjuk ezt az ingatlant. Esetleg Katalin lejjebbeni képekkel láthatjuk, hogy épp egy szemét gyűjtősziget van kialakítva, de jövőben lehet, hogy másfélre is fel tudjuk használni. Tehát a hivatal javasolja elutasítani a kérvényező kérvényét. Köszönöm szépen, poproszom a stanovisko komisszió majdku. A bizottságunk szintén javasolta a hivatal által beterjesztett elutasító javaslatot azzal a módosítással, elolvasom szó szerint, hogy Szlováka u Štúrovo kladá sa bodka za slová z dôvodu využívania predmetného pozemku mestom Štúrovo ako stoisko zberných nádob vypúšťajú. Aztán lenne egy személyes megjegyzése, nem tudom majd diskúzióba, vagy most... Diskúzió. Köszönöm. Köszönöm szépen, prosím komisszió výstavby. Komisszió výstavby odporúča schváliť nádoby vypracovaný mestský úrad. Ďakujem pekne. Mestská rada, myslím, že v súlade s komisiou majetku doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh vypracovaný mestským úradom, to je žiadosť zamietnúť. OK, takže otváram diskusiu, nech sa páči. Čo prejdete? Aprólékosan átvettük ezt a dolgot a bizottsági ülésen. Egyetlen egy ilyen észrevételem, megjegyzésem, ha úgy tetszik, lehet, hogy kérdésem lenne. Egy dolog nekem sem ment személy szerint a fejemben, és a kéretném azt a részét, ahol a térkép alatt a fényképek vannak, igen, esetleg a következő, így, ezen talán jobban dominál. Egy dolog nem megy a fejembe, és szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán ez a, ha ezt személygyűjtő szigetnek lehet nevezni, a családi házak által lévő területen egyáltalán miért van személygyűjtő sziget, hisz tudomásom szerint a családi házak mind rendelkeznek a különböző önálló, személyre szabott gyűjtőedények kell, kukákkal, stb. Tehát nem igazán értettem, vagy nem igazán, lehet, hogy vannak magyarázatok, tehát inkább tényleg csak kérdezem informatíve, hogy miért van egyáltalán a családi házas övezetben úgynevezett gyűjtősziget, és ott, ahol szükség lenne személygyűjtőszigetre, ott pedig nincs. Köszönöm. Tedy, keď sme začali pred nejakými troma rokmi, tak sme
vytipovali rôzne lokality a sme vytvorili, sme vyložili. Pamätáte sa, vtedy sme získali od environmentálneho fondu dotáciu na nákup farebných nádob. Tak vtedy sme začali vykladať na tie rôzne miesta a sme vytvárali takto tie ostrovčeky. Potom postupne sme vytvárali ten harmonogram zberu, postupne sme vytvárali možnosť ten vrecový systém v prípade lokalít rodinných domov. Faktom je, pán poslanec, máte 100% pravdu, že my sme medzi tým prešli na systém vrecový lokalita rodinných domov. A aj toto aj preferujeme. Takže aj v tejto lokalite, keď není tam žiadna bytovka, nie je opodstatnený tento ostrovček. Druhý problém je ten, že húfne začali využívať podnikatelia, ale aj niektorí ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch. Každý deň cesto ide do roboty, tak bere svoje vyselektované vecičky a cesto zahodí do toho, príslušnej nádoby. On si vytvoril ten postup. On bude musieť, takýto človek, prejsť na vrecový systém a potom tie vrecia podľa harmonogramu sú vyzbierané. A podnikateľ, ktorý tiež si zvykol na to, že to tam dáva, musí prejsť na ten systém, že alebo sám si to zobere do... Keď už to prinesie sem, tak môže kľudne zobrať aj do toho zberného dvoru. Tak tento systém musí podnikateľská sféra na toto prejsť. My sme tomu chceli napomôcť tým, že sme vyzývali KSOH, aby húfne oslovovala podnikateľov, aby uzatvárali tie zmluvy, aby od nich odnášali formou služieb. Nechcem komentovať, v niektorých prípadoch vyzerá to tak, že dobre funguje, boli aj určité sťažnosti, zrejme to chce nejaký čas. Takže z môjho pohľadu je to otázka času, keď aj na tejto lokalite budú pozbierané tieto nádoby. Ja vám teraz presne neviem definovať, zrejme aj so zberovou spoločnosťou budeme musieť túto postupnosť ešte prerokovať. Ďakujem. Zodpovedal som? Áno, ďakujem. Jo, takže máme tu návrh, ďalšie otázky nie sú, tak ja dám hlasovať o tomto návrhu v tom zmysle, že tak, ako je návrh komisie správy majetku, tá posledná časť, že z dôvodu využívania predmetného pozemku mestom Štúrova ako stojisko zberných nádob, toto vyškrtnúť. Môžem dať o celom modifikovanom návrhu dať hlasovať, takže dávam hlasovať o tom, že návrh na uznesenie mestského zastupiteľa zamieta žiadosť GEP trvalý bytom Pezinok o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti formou odpredaja katastrálnom území Štúrovo. Bodka. Hlasujte o tomto návrhu. Za 12 návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. Pokračujem bodom 13.4. Žiadosť ďalšia o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže. Iza három pont. Négyes napirendi pont. Kérvény telek megvásárlására garázsépítés céljáról. Átadom a szót a vagyonkezelési osztályvezetőjének. Folytatjuk tovább. A 13.4-es programpont alatt található kérvényező szintén a város tulajdonában lévő telket szeretné megvásárolni. A szituációs térképről látjuk, hogy hol is található, tehát a Diófa utca oldalán találhatóak telkek, amelyek garázsépítés céljából lettek kialakítva a 90-es években. 2009-ben a vagyonkezelési és a vállalkozási szakbizottság hozott egy határozatot, mely értelmében ezek a telkek eladható garázsépítés céljából
az ott lakók számára. A kérvényező az elfogadott kritériumoknak megfelel, tehát ott lak, ott lakik, ott az állandó lakhelye, Diófa utcában birtokol egy lakást, tehát tulajdonában egy lakás, ezért semmi akadály nincs, hogy a hivatal javasolja számára eladni a kiértelket a megszabott áron, amelyet már régtől applikálunk és a mai napig bevált, azaz 33 euró per négyzetméterért. Az anyagban ezt dolgozták föl, úgy az eladás szándékát, mint maga az eladási aktot. Kérem, ha van kérdésünk, kérdésen válaszolok. Köszönöm szépen, kérem a Vagyonkezelési Bizottság állásfoglalását. Bizottságunk javasolja elfogadást. Kérem az Építészeti Bizottság. Komisszia Vakúcsászval, én nála vigacolani Meszkém úrát. Rada doporučuje Mestskému zastupiteľstvu predloženú žiadosť schváliť. Otváram diskusiu. A mi ennek a mellékletnek a harmadik oldalán van az összefüggezve? Lent, a harmadik. Ez. Szükség esetén igen. Tehát pont ez tartalmazza azt a határozatot, amelyet 2009-ben a Vagyonkezelési Szakbizottság elfogadott, mint kritériumok az egyes telkek elítélésének. Köszönöm. Ilyen szó pripomienky, ja iba dodávám toľko, že materiálba zverejnený 12.4.2019 v súlade so zákonom. Nie sú diskusné príspevky, tak budeme hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je materiály. To znamená, že Mestské zastupiteľstvo poprvé schvaľuje zámer odpredaja pozemku parcely CKN číslo 896/19 vo výmere 20 m štvorcových. Za kúpnu cenu 33 eur za meter štvorcový do výlučného vlastníctva Nikolety S. by to more Štúrovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, čo je, že žiadateľka spĺňa podmienky na odkúpenie predmetného pozemku v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 299/09 prijatého Mestským zastupiteľstvom Štúrove na roku 2009. A za druhé Mestské zastupiteľstvo schvaľuje samotný odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 896/19 vo výmere 20 m štvorcových za kúpnu cenu 660 eur do výlučného vlastníca Nikolety S. Orechová Štúrov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, či nie teda zdôvodnenie je to isté ako v prípade schvaľovania zámeru. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Za 12 návrh bol prijatý, to znamená, že je splnená podmienka trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme ďalším bodom, ktorým je bod 13.5. Návrh na odpredaj časti mestského pozemku. Tizen három pont ötös napirendi pont keretén belül egy javaslatot tárgyalunk városi telekrész eladására. Újra kérem a vagyonkezelési osztályvezetőjét, adja elő az előtt. Folytatjuk tovább, a 13.5-ös programpont alatt található kérvényező, kérvényező a tárgya már ismert számunkra az előző ülés tartalmából. A kérvényező, ha nézzük a szituációs térképet, ami nem más, mint a beterjedtett geodéziai terv, tartalmazza azt a részt, amelyet a kérvényező a 331/1-es parcellából szeretné megvásárolni a városban annak érdekében, hogy arra a telekre jusson, amelyen szeretne családi házat felépíteni. Az előző ülésen ezt a témát megvitattuk, a szándékot a tiszteletestület jóvá hagyta, az eladási árat is, 25 euró per négyzetméter, azzal a feltétellel, hogy a kérvényező erre az ülésre terjeszti a geometriai tervet, melyel pontosan ki lesz mérve az a rész, amely érintett. 42 négyzetméterről van szó, 25 euró per négyzetméterét, tehát anyagban feldolgoztam az
eladásnak az alapját. Kérem, van kérdésük, szívesen válaszol. Köszönöm, kérem, a vagyonkezelési bizottság állásfoglalását. Bizottság javasolja. Építészeti bizottság állásfoglalását. Komisia odporučuje schváliť návrh vyhlasovaný mestským úradom. Ďakujem pekne. Mestská rada doporučuje predloženú žiadosť schváliť. Otváram diskusiu, predtým dodávam, že taktiež bol materiál zverejnený v súlade so zákonom. Nech sa páči, diskusia. Zrejme túto vec sme už videli pri prejednávaní zámeru, sme už poriadne prekonzultovali, takže nie sú nevidujeme pozmeňujúce návrhy, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Štúrove schvaľuje súlady so zákonom a VZN prevod vlastníctva, to je odpredaj novovytvorenej parcely číslo 331/4 vo výmere 42 m² odčlenenú na základe geometrického plánu číslo 154/2019 za kúpnu cenu 1050 € do vlastníctva Kristiána Peudešiho z dôvodu hodného osobitného zreteľa, čo je, že prevedená časť predmetného pozemku sa predáva z titulu zabezpečenia možného vstupu na pozemok parcelného čísla 328. Prosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne a je splnená dvojpätinová väčšina všetkých poslancov. Pokračujeme bodom 13.6. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná AS o zriadenie vecného bremena. Tizenhárom fond Hatošna Pirendi fond keretén belül. Tárgyalunk egy javaslatot teleki szolgán jogot tartalmazó szerződés megkötésére. Kérem a vagyonkezelési osztályvezetőjét, folytassa beszámolóját. 13.6-os programponttal található magamcsorát említett társaságnak kérvénye. Hasonló kérvényükkel már találkoztunk ebben az évben a januári ülésen, kettővel is, szám szerint. Tehát tudjuk, hogy az Ábrosztonyszkán Disztribusnál részvénytársaság városunkban jelentős hálózatfelújítást hajt végre, és tehát a fenti kábelokat a földbe helyezik, helyünket bemérik geometriai tervvel, majd a törvényben adódóan kérik a várostól a teleki szolgálmat, tehát az úgynevezett veszélyben. A geometriai terv a szakosztálya megtalálható, nem mellékeltük, mert egy hatalmas tervről van szó, ezért írtam a anyagba, hogy nálunk megtekinthető. Helyette egy sémát terjesztettünk be, mely az útvonalat tartalmazza. A határozat, amelyet beterjesztettem, egyben tartalmazza azt is, hogy 7 euró per négyzetméter egyszeri illetéktüzetésben egyeztünk meg az adott társasággal. Kérem, a beadott anyagot támogassák, ha van kérdésük, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, kérem a vagyonkezelési bizottság állásfoglalását. Bizottságunk javasolja a fogadását. Köszönöm, stanovisko komisie výstavby. Komisie takisto odporúča schváliť návrh vypracovaný mestským úradom. Ďakujem pekne. Mestská rada doporučuje žiadosť schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie. Tiež dodávam, že predmetný materiál bol zverejnený obdobne ako predošlé materiály. Otváram diskusiu. Nie sú diskusné príspevky ani otázky. Tiež vec, ktorá už niekoľkokrát bola prezentovaná na tomto pléne, tak budeme hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je materiály, to znamená mestské zastupiteľstvo Štúrove schvaľuje za A zriadenie vecného bremena pre nasledovné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta Štúrovo a sú evidované na katastrálnom odbore a sa nachádzajú v priloženej tabuľke.
za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení, ako aj za účelom ich užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy, vrátenie ich odstránenia v prospech spoločnosti Západná Slovenská distribučná AS s sídlom Bratislava za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 7 eur za meter štvorcový na dobu neurčitú v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 25/2015, ktorý bol úradne overený. A za B schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle písmena A tohto uznesenia. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. Pokračujeme bodom 13.7. Žiadosť spoločnosti Convertis o prenájom mestských nehnuteľností. Tá 13.7. Napirendi pont. Kérelem a városi ingatlanok délben ételére. Újra kérem a vagyonkezelési osztály vezetőjét. Ragadja magához a szót. Köszönöm. Magamhoz ragadom. A 13.7-es programhatár található társaságot különösebben nem kell bemutatni márkányok számára, hiszen városunkban több 25 éve működik, tevékenységet fejti, gyár, és ezáltal alkalmaz 100 körüli létszámú alkalmazottak. Ez a társaság a jövőben szeretné a termelését bővíteni. Ebből a célból helység lenne szüksége, amelyben kialakítaná a raktárakat és úgy a gépsorokat is, mely a tevékenységét fejteni ki, bővíteni. Talán kezdetben hagyj jellemezzem a két ingatlanokat. Ezek azok az ingatlanok, amelyek az úgynevezett volt Tégagyár területén találhatók, és Márkány városa az érintett személyekkel 25 éve van bírósági perben, és hát először kérvényezi az ingatlanokat, főleg a ingatlanok főtárgyát, az épületet, és előtte található telteket megvásárolni szándékozta, de amikor ezt a tényt ismertettem vele, volt bírósági per, melyet megnyertünk, aztán elveszítettük, és így tovább kettő váltakozott megnyertük, elveszítettük. Ezért inkább a kérvényező módosította a bérletre. Az anyagban kidolgoztam pontosan, hány négyzetméter lenne alkotnál a telkek, amelyeket a városok bérbe venne, úgy szintén az épület az adott házszámmal, adott parcellákon, a beterjesztett térképből egyébként látható, melyik részről van szó. Kiszámítottam a bérleti díjat, javasolt bérleti díjat pontosabban, és megindokoltam azzal az indokkal, hogy ez a társaság valóban városunkban jelentős gazdasági tevékenységet, foglalkoztatást hajt végre, már 25 éve. Azonban, amikor az anyagot még kidolgoztam, megtudhattam egy információt, melyet csak a szakbizottság ülése napján tudtunk meg, mint városi hivatal, postán kaptuk meg, hogy a legfelsőbb bíróság lezárta az ügyet, oly formában, hogy azokat az ingatlanokat, amelyek a per tárgyát képezték, a város javára ítélte meg. Úgy fogalmaznak a határozatban, hogy rendes jogeljárás keretén belül nem lehet fellebbezni. Azonban tudjuk, hogy még ezen felül is lehet, vannak bizonyos utak, hogy meg lehet fellebbezni.
Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez az ingatlan egység a város tulajdonát képezi. A szakbizottság tagjaival csak az adott programpont tárgyalásakor tudtam informálni őket, és ezt az információt számukra elmondani. A szakbizottságra a bizottság elnöke meghívta a kérőnyezőt is, ő beterjesztette a vállalkozási szándékát, és végül a másnap a illető úrral is közöltem a bírósági döntését. A kérőnyező a mai nap kérte, hogy közöljem önökkel, hogy módosítja a kérvényét, tehát nem bérbe szeretné vásárolni, azért nem, mert meg szeretné vásárolni. A kérvénye még nincs. Tovább ezt a témát nem is ragoznám, mert ezzel, hogy a bíróság döntött, új feltételek alakultak ki a város részére, melyeket nagy valószínűséggel összegezni, elemezni kell, és kivonni belőle a legmegfelelőbb megoldást mindenki számára. Kérem, szóljanak hozzá önök is ehhez a kialakult helyzethez, ha van kérdés, válaszolok rá. Köszönöm szépen, kérem a bizottságokat, vagyonkezelés. Folytatnám ott, ahol az osztályvezető úr mondta, illetve abba hagyta. Tehát elég kaotikus információ áradat zúdult ránk a bizottsági ülés napján, ezért a bizottságunk, mind az anyagunkban is megtalálható, javasolja elnapolni jelenleg ezt a pontot, és akkor olvasom tovább szó szerint idézve, odročit návrh vypracovaný mestským úradom a odporúča prehodnotiť využiteľnosť pozemku pre účely mesta. Ďakujem sepan, komisia výstavy. Komisia výstavy odporúča takisto odročiť návrh mestského úradu. Ďakujem pekne. Mestská rada tiež podporuje stanovisko komisie majetku, správy majetku. Ďakujem pekne, materiál bol zverejnený, tak ako aj ostatné, otváram diskusiu. Salatníky, poď máme, jo, všemi, nejdem. Jo, ja dodám pár myšlienok, že vieme dobre, že riešime veľký nedostatok priestorov, ktoré vlastní mesto. Vieme, že mnohokrát vznikne myšlienka niekde urobiť nejakú výmenu, lebo je tu nejaký lukratívnejší pozemok, ktorý je v rukách súkromníka a podobne. A mnohokrát vznikne aj myšlienka taká, že však ponúknime niečo iné, aby sme si to vymenili. No. No práve napríklad toto by mohlo byť jedno takým miestom, kde eventuálne by sme mohli narábať. Takže ja iba chcem poukazovať na to, že keď konečne máme v rukách a majetku nejakú časť, je to veľmi, veľmi dôležité, aby sme si to veľmi vážili, lebo dáva nám to určitú možnosť a rôzne výmeny, využitie. Nehovoriac o tom, že napríklad mnohokrát riešime aj to, že nevieme ponúknuť treba s rôznym takým väčším užitkovým vozidlám. Nechcem, aby parkovali okolo bytových domov, radi by sme im niečo ponúkli, niekde nejaké záchytné parkovisko, ale tiež nemáme nič. Alebo pred chvíľou sme hovorili o zmene tých činností, ktoré súvisia s komunálnymi činnosťami. Budeme potrebovať garáže, budeme potrebovať prekladiska, ja neviem, plochy pre auta a podobne. Či naše, či keď niekto bude ako dodávateľ robiť. Takže to sú veľmi, veľmi lukratívne veci. Stránka jedna. Stránka druhá, keď som sa bližšie pozrel na to, tak na tejto schéme, neviem, či to dostatočne bolo zdôraznené, že teda žlto vyznačené je teraz predmetom tohto materiálu. Že? Áno. Áno. No a keď sa pozrieme, tak na jednej strane je jedna žltá zóna, na druhej strane je jedna žltá zóna, medzi nimi jedna tretia zóna, ktorá už teraz je v majetku koho? Není v našom. Nie je našim majetkom, je to majetkom
práve s tým sme mali súdny spor. No, tak už potom celá tá teória o tom, že využiť niečo v podstate padá, lebo keď je to takto chaotické a vidíme, že čiastočne je na tom ešte aj tá budova, takže no, neslúži úplne, nevytvára táto lokalita presne tie možnosti, na ktoré som narážal na začiatku môjho vstupu. No, takže iba na to som chcel poukázať, že áno, rôzne pohľady sú na celú vec, aj rôzne možnosti, aj rôzne úskalia. Uf, dokopy nič som nechcel, lebo to sú iba určite rôzne aspekty. Takže je tu tento návrh, ja by som si dovolil dať hlasovať o návrhu na odročenie, tak ako to bolo aj zo strany komisie, aby sme neťahali čas, môžem, takže nie sú nejaké ďalšie. Budeme, môžem? Nech sa páči, pán poslanec. Tieto návrhy sú identické. Identické, rovnaké. Napríklad Mestská rada doporučuje návrh na schválenie v zmysle predloženého materiálu odročiť a zároveň odporúča prehodnotiť možnosti ďalšieho využitia pozemkov. Len odročiť. Za to sa pýtam. Ty si mal iný návrh. To, čo má rada. Nie. Ja navrhujem, aby sme hlasovali zvlášť. Hej, tam bol jeden návrh, to je jeden návrh. Žiadam, aby sme hlasovali aj o tomto zvlášť, aj o tomto. A prepáč, pán poslanec, vidíš to mne niečo konkrétne? Lebo ja to považujem za strašne všeobecne formulované niečo. Ale nie je toto isté. Je toto isté? Nie je toto isté. Napríklad odporúča prehodnotiť možnosti ďalšie využitia pozemku. V mojom referáte to sme už aj spravili. Prepáč. Dobre, ale OK, takže o čom chcete najprv hlasovať? Nech je návrh rady predsa. Tak nie je návrh. Dobre, takže prosím, budem hlasovať o návrhu rady, to znamená, že mestské zastupiteľstvo odročuje na návrh, teda odročuje materiál a zároveň ukladá prehodnotiť. Čo je to? Zároveň odporúča prehodnotiť možnosti ďalšieho využitia pozemku. Tak nech je to tak, nech to odporúča. Takže ešte raz, mestské zastupiteľstvo odročuje predložený materiál a odporúča prehodnotiť možnosti ďalšieho využitia pozemku. Takže v tomto znení prosím, hlasujte, kto je za... Pardon, hlasujte. Za 8 dokopy je nás 12, takže návrh bol prijatý. Ďakujem pekne, pokračujem bodom 8 na 13. 18. Poprosím. 8. Ty sa hádam, že môžeš dobrom kontrolom. Jo, ty mal fogal pozný, on aj má syn ten fogal pozný za 90. Niekedy tak, ak čeli je vlastnú, takže keď je vlastná šok. A ty ma nemáš mi to, kedy pár kýpí píše Városunkban, tehát ma je v következő időszakban minél hamarabb oldalunk fog kelleni. Ezzel a témával a városképpen már régebtől foglalkozik az előző években is, viszont konkrét javaslattal 2018-ban jöttünk önök elé írásban, mégpedig a júniusi ülésen. Az ipari parkkal tárgyaltunk erről a témáról. Az ipari park területén, az egedi kataszterben található egy úgynevezett otkariszko, amelyet információim szerint gyakorlatilag mindenki ismer, hogy mi is az, milyen területről van szó. Az előző ütés, amikor tárgyaltunk a illető alkalmazott bemutatta önöknek, el is küldtük, és térképen is, illetve a prezentációt is elküldtük önöknek.
Tehát egy olyan terület, amely a kataszterben ügyvezetve, mint szántó, Bornápolda, azonban mint szántó nem használható, különböző méretű, méterekben, vastagságban a hamu található rajta. A javaslat tehát az volt a fél évvel ezelőtti testületi ülés, hogy ezt a úgynevezett Otkaliszkot feléjük ki az ipari park tulajdonában lévő telkekre, amelyeket mind fel tudnánk használni kerékpárút kiépítésére. A tisztelt testület a 2018-as júniusi ülésen ezt a javaslatot elnapolta, és felelőtől adta a hivatalnak, hogy tárgyaljon még az ipari parkkal, hogy az aránytalanságot cserében bizonyos szinten mérsékeljük. Az ipari park levélben 2018. szeptemberében visszavonta ezt a csere lehetőséget, illetve augusztusában, így a tisztelt testület is visszavonta a beterjesztett javaslatot. A tárgyalások tovább folytattak az ipari parkkal későbbiekben, még erre az ülésre egy másik anyaggal terjesztettünk be, mert valójában éven nagyon hasonló és kopírozza az előző anyagot, azzal, hogy ez az aránytalanság bizonyos részekben, bizonyos méretekben megszűnik. A beterjesztett anyag tartalmazza az első táblázat, tartalmazza a város tulajdonában lévő parcellákat az úgynevezett Otkaliszka alatt. Térképet úgy szintén önöknek elküldtük színesben. A második táblázat tartalmazza azt a részt, amiért kicserélnénk, és amely parcella részek vagy parcellák az ipari park tulajdonában található. A táblázat bal oldalán csíszlatban mapek, számok vannak, és amit kaptak önök tőlünk térképeket, úgy szintén meg vannak számozva a zöld részek, ábrázolják azokat a részeket, amelyeket kapnánk az ipari parktól. Ez az anyag ismételten csak mint szándékot tartalmaz, tehát csere lehetőségre szándékot. Amennyiben a tisztelt testület az anyagot magával teszi és megszavazza, akkor pontosítjuk a geometriai terveket, a beterjesztett anyag a összhangban, a szemeszki koszulókat, és a következő ülésre beterjesztenénk jóváhagyásra. Az ipari park képviselőt meghívtuk a szakbizottság ülésére, ahol előterjesztették ők is az elemzéseiket, véleményeiket, szerintem ki is voltak kérdezve alaposan. Április 25-én kaptunk egy mailt az ipari parktól, tehát egy kísérlet, egy véleményt, melyben deklarálják, továbbra is hajlandóak a várossal együttműködni, akár csere formájában, melyet betervezettünk önök elé, illetve eladás formájában, tehát számunkra igényelt telkeket, telek részeket a város megvásárolhatja, ha úgy gondolja, az ipari parktól 20 euró per négyzetméterért. Ezt a levelet önök számára is elküldtük, úgy tudom, a Városi Tanács Egzőkönyvével Egyetemben. Kérem, ha van kérdését, válaszolok rá, illetve a kollégám is a rendelkezésükre áll térképek gyanát. Köszönöm szépen, kérem a szakbizottságok állásfoglalását, előjogi. Bizottságom, felolvasom. Komisia správnivského majetka podnikateľskej činnosti odporúča zamietnúť návrh vypracovaným mestským úradom a ukladá mestu zájiť rokovanie so spoločnosťou Priemyselný park Štúrovo, akciová spoločnosť, o odkúpenie uvedených pozemkov, prípadne o možnej výmeny za dvojnásobok časti pozemku ponúknuté pod stavbou Otkaliska. Ďakujem, prosím, stanovisko komisie výstavby.
komisia odporúča schváliť návrh vypracovaný mestským úradom. Tak pekne, mestská rada nezaujala stanovisko. Materiál bol zverejnený, otváram diskusiu. Ďakujem pekne. Tak nie som bohužiaľ odborníkom a nedokážem odhadnúť hodnotu pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod odkaliskom, ale bohužiaľ uvedomujem si na druhej strane potrebu vybudovania nových cyklociest. A ako to už odznelo, tento materiál už bol predmetom rokovania a odročil sa. Teraz sme zase pri tom, zase máme možnosť chváliť túto zámenu a cyklocesty, ako všetci vieme, potrebujeme. A jedná sa naozaj o dlhý úsek. A samozrejme je to aj iné riešenie, ako by sa tie cyklocesty dali vyriešiť, ale ide o podstatne finančne náročnejší projekt. A zároveň mesto by malo možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky na budovanie cyklociest, lenže tým, že my ešte nemáme vysporiadané pozemky, tak sa nevieme o tieto finančné prostriedky ani len uchádzať. Takže ja navrhujem, aby sme to zvážili a uvedomili si, že aj medzi pozemkom a pozemkom môže byť obrovský rozdiel, čo sa týka potreby a využiteľnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Čepeli. Prosím si pána Sobotu. Csak úgy reagálnék a alpolgármester asszony mondandójára, hogy hát ez így igaz, szépen hangzik, csak én viszont úgy emlékszem, hogy nem mi tettük odébe, odáztuk el a döntést, hanem egész egyszerűen ők mondták vissza is, talán már nem volt miről tárgyalni. Erről ennyit, tehát nincs. Az az nem teljesen úgy van, ami jó hangzik. A másik dolog. Bizottságon nagyon hosszú ideig beszélgettünk ezekről a különböző kvázi alternatív lehetőségekről, illetve magáról a megoldási lehetőségekről. Végül is az, amit javasoltunk, tehát így, ami történt jelenleg, az majdnem, hogy egy az egybe kopírozza azt, ami volt egy évvel ezelőtti állapot. Picit matematikailag van rajta egy kis színeszterűzálva, egy kis ilyen satírozás, mégpedig úgy, hogy akkor most nem a duplája jön ki az arányoknak, hanem 1,8 vagy 1,6, így jön ki valahogy valaki, hogy gyorsan kiszámolt. Most a probléma az, hogy viszont mivel ez az arány megszépítve azzal, hogy olyan telkeket is hozzátettek, ami végül is nem igazán függ össze a bicikli úttal. Lehet, hogy jók lennének, de lényegében parkokról, füves területekről van szó. Picit nyűg a jelenlegi ipari parknak, mert azt azért gondozni is kell, föltételezem. Jó, hát ha ő neki nem lesz nyűg, akkor esetleg átjön hozzám, aztán már legyen nálam. A bizottságon végül is az, amit aztán javaslunk, végül is az jön ki ebből, hogy akkor üljön le velük a városi hivatal, vagy a polgármester úr, tehát a város részéről, nyissák meg a témát, tárgyaljanak velük arról, hogy esetlegesen az a szükséges terület, amelyik a bicikli útra kell, az mit jelenik, föltételezem, hogy ők ennek a variációnak a reagálását végezték el ezzel a mail-el, ahol végül is ezt tudatják velünk, hogy körülbelül a 20 euró per négyzetméter árba gondolnák. Természetesen viszont a bizottságunk azt mondja, hogy csak arról a területről beszéljünk, ami szükséges a bicikli úton. Az, ami nem szükséges, arról ne beszéljünk. Tehát az nekünk, hogy valami hozzá lett téve pár négyzetméter, mit tudom én, háromszögek, füves háromszög, amit már négyszer-ötször környébe kaszálni, köszönjük szépen, az arányokat javította, viszont rátesz a gondjainkra egy lapáttal. Arról beszéljünk, ami a bicikli. Hátsó az a hamu lerakat, vagy minek nevezzük ezt helyesen,
Én megmondom őszintén, nem igazán nekik. Amit már tudtunk elmondani egy éve is, meg azóta is elmondjuk, már nincs mit ragozni, csak ismételni lehet önmagunkat. Én azt az egyet sajnálom, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy igaz, hogy Párkányváros tulajdona, de ebedi kataszterben melegszik. Ott, ha bármi a jövőben történik, történhetne, az eladás után a jogkör ebed községre száll. Az dönt mindennek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó. Nevidujem ďalšie návrhy. Gondolatot szeretnék hozzátenni az egészet. Én nagyon értékelem azt, hogy szeretnék a biciklisokat itt felépíteni, de egy kicsit ezt kérjünk el, túlzottnak tartottam, mert a 6,5 hektáros területet kicserélni egy bármilyen más, tehát egy szinte összehasonlítható kisebb területtel, ennek nem látjuk semmilyen értelmét. És a másik az, hogy az a 6,5 hektáros terület, ez, ha jól tudom, nem is a Párkányi kataszterben van már, hanem a Nálai kataszterhez tartozik. Eveli kataszterhez tartozik. Tehát van egy saját, egy óriás 6,5 hektáros területünk, ami saját tulajdonban van. Most kérdéses, hogy mennyire kihasználható, vagy mennyire nem kihasználható. Én azt szeretném most megkérdezni, hogy egyáltalán megvizsgált eszközünk valaki, vagy valamilyen szakember, hogy mennyire használható a terület. Oké, és tudjuk, hogy ez mire volt használva, tudjuk, hogy mennyi évek nem tudjuk ezt használni, de kérdés még mindig az, hogy valami szakembernek van-e erről a területről véleménye a városnak, hogy tudjuk egyáltalán, hogy milyen értékkel rendelkezik ez a terület. Én nem tudok róla, hogy lett volna valamilyen szakvéleményre. Erre nem tudunk egy szakvéleményt kérni, hogy valaki, aki megmondaná nekünk, hogy tényleg ez a terület, mennyire lesz használható a jövőben, mikor letelik ennek a védelmi időszaka, amiben fenn kell tartani, mint ott Kaliszko, hogy egyáltalán utána mire tudná a város használni, mert hogy a városnak lennék egy 6,5 hektáros ipari területre, akkor bármit el tudunk képzelni. Igaz, hogy bármit nem, de akár egy kisebb ipari parkszerűséget is el tudunk ott hátul képzelni, hogyha mert elég nagy terület ahhoz. Tehát most az a kérdés, hogy az alapterület, az a terület minek használható, és hogy milyen feltételeket tudná ezt a város a jövőben kihasználni. Javaslatom csak az lenne, hogy nézessük meg ezt a területet. Adjon egy javaslatot, azt mondjuk. Nem szeretnék rá javaslatot adni, én csak azt szeretném, hogy a város ezt a jövőben valamilyen oknál fogva megtudná, hogy milyen az annak a területek a jelleg, az kihasználhatóság szempontjából. Tudunk-e akkor építkezni a jövőben, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva, lehet, hogy már most jelen pillanatban is használható bármire. Nem tudom, nem vagyok szakember, ezért kérem a város, hogy ha lehet, akkor... Javaslom, hogy akkor... Megmondom, hogy szintén itt most nincsen reje senkinek, hogy most azzal foglalkozunk, hogy a park mögött lévő ebedi kataszterben lévő valamit most rendeljünk meg valami szakembereknél, hogy most fölmérni, meg én nem tudom, erre időnk nincs. Én a következőt javaslom. Legyen egy a bizottság által javasolt egyik javaslat. Ott Neszkez azt tudítja ezt a Zamieta Návő Fibracovani Neszkimuralo. Legyen egy ilyen. Ha a tisztelt képviselőtestület akar dönteni, akkor egy másik külön szavazás ügyében Ukladár, Zahájit, Rokovanyé, Otkúpenyi, Uvegyeni, Pozemko, Prípadjó, Možno, Výmeni, za dvojnásobok, Časti, Pozemko, Ponyúkúpe, Podstavbo, Otkaliszka, musím povedať, že ehhez meg már ott vagyok, hogy már ezt szerintem lerágtuk már háromszor, aztán most megint elmegyünk utánuk, hogy most meg akarjuk tőlük venni, most erről tárgyaljunk, én megvan őszinte este megjelent jól képzelni. De kérem, hogyha tisztelt testület úgy dönt, hiszen van javaslat papíron, akkor kérem. És akkor a harmadik, ha gondolja képviselő úr, akkor fogalmazza meg, hogy Ukladá, Uradi Geologicki, Grészkun, vagy nem tudom mi. Következőnek. Hát biztos, hogy nem lesz a következőnek. Biztos, hogy nem lesz.
megfogásolt azon, mert ebből... Orvérzési teleadott munkában, nem még ott hátul a dzsingelbe valamit keresem. Jó, meg felelez így, megkérdezném a bizottság elnökét, hogy ilyen két különböző javaslatban, hogyha szavaznánk a javaslatukról? Hát ha ketté bontjuk, de hát, hogy mondjam... De itt van egy összetettebb javaslatot, meg egy sima javaslat. Ez összefügg, tehát végül is... Jó, hát az megegyezik az eredeti javaslatnak. De viszont van itt egy módosító javaslat. Először a módosító javaslatról fog. Oké. Okay. Árendás képviselő. Ďakujem pekne. Ja by som vám možno doplnil, taká diskusia tam odznela, ja som sa aj ozval smerom k priemyselnému parku. Myšlenkové pochody, samozrejme každý chápe dôležitosť týchto cyklistických trás, len moja osobná obava, alebo môj subjektívny pocit z tohto celého bola, možno, že to na tých predošlých zastupiteľstvách odznelo, ja som tu bohužiaľ vtedy nebol, ale ten nepomer tej veľkosti tých pozemkov, je to skoro 7,5 násobok. Ani mi to nevadilo, lebo určite mesto asi s tým pozemkom nebude vedieť, je tam stavba, sú tam hrádze a teda, ale možno do budúcna, alebo taká nejaká obava z toho, že by niekto obvinil možno zastupiteľstvo, že vymenilo obrovský pozemok, ktorý, ja neviem, skutočne to, čo možno pán Borovič hovoril, že aj keď je to odkalisko, vždy je možnosť takýto pozemok prekvalifikovať na stavebný pozemok, aj keď je to odkalisko. Je nejaká určitá doba, po ktorej je toto možné. Tým pádom by teoreticky možno mesto prišlo o nejaký lukratívnejší pozemok. Čiže prípadne, keby v budúcnosti možno bylo odpredať priemyselného parku a niekto by to možno kúpil, možno by sme vedeli tento pozemok zúročiť iným spôsobom. Ale v tomto momente ja tiež mám taký pocit, že ten pozemok je úplne nevyužiteľný, ale mám proste túto dilemu. Skutočne toho nepomeru toho pozemku a takisto ako pre mesto možno není využiteľný ten pozemok toho odkaliska. Nemyslím si, že pre priemyselný park je chodník nejaký dôvod využiteľný pre užiteľný. Takže taký istý pohľad možno tie dva pozemky, ale to ako poznámku. A momentálne som v takom stave, že budem hlasovať teda asi za zamietnutie. Ak by bolo možné teda ďalej rokovať možno s priemyselným parkom a na tom stretnutí odznela teda taká myšlienka, že boli by ochotní rokovať aj možno o tej časti, kde je ten Popolček a možno, že ten Popolček ani nie je na celom tom území toho odkaliska, takže sú tam možno také pozemky, ktoré možno aj pre ich účel, lebo to naše využiteľné, neviem. No, takže ja by som fakt navrhol, aby ďalej prebehlo to rokovanie. Možno sa dohodne mesto o nejakej lepšej cene, možno by to bolo lukratívne odkúpiť, alebo možno ten pomer ešte možno zlepšiť. Ak teda majú záujem o to, aby aj priemyselný park mal záujem o to, aby sa budovali tú cyklotrasy a podporujú to, vyjadrili sa, že podporujú tie cyklotrasy. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil kolegov, oni rokovali. Vidia tu ešte nejaký priestor na to, aby sme rokovali s priemyselným parkom? Má zmysel ešte nejaký? To skrčie čas. Ja sám neviem, čo má ešte, čo by mohol priemyselný park ponúknuť. Tak ako hovorí kolega Šipo, že minulý rok sme dostali za hovoru rokovať, ale hneď po uznesení a po zasadení odstúpil priemyselný park od tohto, áno. Takže sa nejak veľmi intenzívne nerokoval, lebo táto nová situácia, nová požiadavka, prišla teraz na tie mesiace, pektorým týždňami. Ja zo svojho hľadiska vidím to, že potrebujem dobrať bodu A, čiže od stanice po Továrenskej ceste niekde tú cyklotrasu. To, že otázka kompenzácií ešte nejakých zo strany priemyselného parku, ale podľa mňa ani neponúknu nič viac. No ale táto snaha tu bola.
A nakoniec tá výmera, čo pôvodne bolo, tak ešte aj z ich strany sa to zvýšilo. Alebo teda, sa to nepohlo tým smerom. Najviac ma hnevá na tom celom to, že zase sme stratili ďalší rok a cyklocestami nikde nie sme. Skutočne potom zabudnime na celý priemyselný park, zabudnime na všetky tieto veci, hľadajme inou trasou tie cyklotresty a majme už konečne niečo s tými cyklotrestami. To troška som tak stále náš výjaže, dobre, nezabudnime, kým sme snívali o IROPke, IROP povedalo, že podporuje jedine tie cyklotrasy, ktoré vedú do nejakého parku, ktoré zamestnáva viac ako 300 ľudí. Nemali sme inú možnosť, len do toho nejak priemyselný park zainteresovať. Ale vyzerá to tak, z IROPky žiadne peniaze už pomaly nedostanú, takže zrejme z tejto výzvy asi sme úplne vonku. Budú nejaké ďalšie výzvy, počujeme, že ministerstvo dopravy niečo vymýšľa, tak vôbec nevieme ešte podmienky. Či zase bude takáto podmienka, alebo nebude takáto podmienka, neviem. No, takže preto je to taká celá vec, že tuto v podstate tuto zhandrukujeme nad tým, že áno, priemyselné, áno, alebo nie, zase pošlú nejaký mier, zase sme, budeme v inej pozícii. Zabudnime na to, skúsme pohľadať nejaké iné priestory, ja neviem, ísť po Novocintorínskej alebo nejak tak a sa pokúsiť tady nejak riešiť. Ale neviem, aký je váš názor, ale prešlapuje sa na jednom mieste. Povedzme, keby oni bývali dokončili na nás tú cestu na termín, ak slúžili v novembri, tak možno táto debata by už bola irrelevantná, lebo máme rozpracované so slovenskou správou ciest výmenu pozemkov. Treba vedieť, že vedľa toho pozemku priemyselného parku, ten betónový kotol na Továrenskej, sa nachádza pozemok SSC, o ktorý nemajú záujem. Takže tady, tak to povedieme, tak keď dneska sa rozhodne, že nie je priemyselný park, nie, už nie je času zase čakať a rokovať, ale jak sa dokončí námanská cesta, slovenská správa ciest prijavila záujem vymeniť pozemok, lebo pod námanskou cestou je náš pozemok mestský, čiže oni by si zobrali pod cestným telesom a my by sme to viedli potom, čo je oveľa horšia parcela, áno, sú tam, je tam rád stromov, orechy a je tam prakticky zemný vál, takže, ale keďže sa chceme ukázať o nejaké finančné prostriedky z fondov, tak by to... A tým pádom aj ty budeš mať jednoznačnú odpoveď. Áno, že už môžem začať robiť. A môžeš začať jednoznačne robiť na nejakej inej trase. Ja preto hovorím, troška mi vadí, nerobme si ilúzie o tom, že začneme s nimi rokovať a sa dopracujeme niekde inde. Ja si to nepredpokladám, že to je taký pokus. A truskovisko potom bude možno v budúcnosti rokovať za 20 rokov, možno, že bude nejaký. Ešte môžem ináč, tá jedna časť toho chodníka, UKP, to bol vlastníctve, myslím, že spravíte, alebo teda spravujete. Tam taká tak široký betónový chodník, tam je zamradlý, čiže to nie je úplne náš UKP vo vlastníctve priemyselného parku. No, v každom prípade sa toto rysuje cez SSC, skúsme ísť touto cestou. OK, čas pre Kikétišom. Hát, most már nem marad meg bennem, úgyhogy elmondom. Nem igazán értem, hogy a polgármester úr most mind vagy fölháborodva. De azt mondta, hogy én nyilván az utolsóst. Hát én ezt magyarul úgy fordítom, hogy... Az baj, hogy mindig úgy kezdi, hogy valamire most már belőlem kijön, mert ezt hallgatom, akkor itt most már nem tudom megállni, hogy ne mondjam meg végig, vagy a... Ez zavar egy kicsit, hogy egymást ne állítsuk olyan helyzetben, hogy mi itt reagálunk egyik a másikra. Az 10 perccel ezelőtt volt, ezt pedig én most mondtam egy percet. Tehát azon nem lehettél fölháborodva, amit én majd rá 10 percre fogok mondani. Én azt mondtam, hogy az ma hnevá, hogy a bicikli utakkal sehová nem jutunk. Végre már legyen bicikli utunk, ez nekem a lényeg. Igen, csak azt nem értem, hogy ezen most miért itt vagy előttünk fölháborodva. Ugyanis tavaly az történt, hogy elkezdtünk róla tárgyalni, visszalépett a gyár,
vagy ipari park, nevezzük így, helyre gyereknek, és mi abba hagytuk. Na most... Az van benne, hogy a másik, ha ön fölháborodik, én szintén nem mondom, hogy nem értem, hogy miért van fölháborodik. Hát tesztes, joga megmondani azt, hogy hogyan van fölháborodva, és így van. És hazamegyünk fölháborodva. Így van, nagyon jó lesz. Jó, akkor elmondom a lényeget is. Eltelt bő fél év, majd 3 év, most azt kapjuk meg a polgármester úrtól, nem önöknek mondom, hanem a tiszteletnek, én azt hittem, hogy testületen vagyunk, nem munkaértekezleten. Hát ezt épületen belül kell megbeszélni. Hát előttünk 3 évig nem volt semmilyen anyag. Hát persze, nem miattunk, nem mi topogunk egy helybe. Az, ami jelen pillanatban történik, ez semmi más, csak zsarol bennünk az ipari park. Azt pedig én visszautasítom fölháborodva. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szigeti kérdés. Kulcs kifejezést a kollégia elmondta. Én is úgy értem, hogy zsarol bennünket. Azért, én meg éppen azért mondom, hogy ne kapjunk olyan feladatot, hogy itt valamiről még tárgyaljunk, mert nem látom reálisnak. Látjuk, egyszer ilyen mért kapunk, egyszer olyan mért kapunk, meg és így tovább. Már ne mondjuk azt, mert az a rossz, hogyha itt most feladatul jön, feladattal nem tudunk mit kezdeni, csak elkezdeni rajta dolgozni, azt akkor 3/4 év múlva ugyanilyen eredménnyel valami hasonlóan diszkusziót fogunk csinálni. És ami az egészben a legrosszabb, hogy még kevésbé reális az, hogy lesz bicikli utunk. Tehát meg pörözhetünk itt. Én szerintem ugyanazt a trágjuk, én csak azt akarom mondani, én nem látom reálisnak azt, hogy valamilyen dűlőre, vagy valamilyen megoldásra jövünk az ipari parkkal. Ezek után, mert megmondom őszintén, én most ezekben az utolsó tárgyalásokban abszolút nem vettem részt. Abszolút nem tudom, annyit tudok, mint amennyit önök ezekből az anyagokból tudnak. Tehát valahol sajnálom, hogy nem jutottunk, mert elveszítettünk egy évet, nem jutottunk sehol. Tehát én is azt javaslom, hogy számoljuk ezt fel, és ezzel ne foglalkozni. Možná teda návrh jeden, tak zamietnúť návrh predložený mestským úradom. Ďakujem pekne. Prosím, takže predložiť hlasovanie. Ak teda nie, nebude predložený. Dávam hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Árendása, že mestské zastupiteľstvo zamietá predložený návrh. Prosím, hlasujte. Za 10-krát, 1-krát, 5-krát, 1-krát sa držalo na slovanie. Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Pokračujeme ďalším bodom, tým bodom je 13.9. Odovzdávam slovo zástupkyni primátora. Ďakujem pekne. Plat hlavného kontrolóra je upravený zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého ide o súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta, ktorý je v podmienkach mesta Štúrovo 1,96. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. V roku 2016 bola hlavnému kontrolórovi schválená mesačná odmena vo výške 10% z mesačného platu. Je tu návrh na úpravu výšky odmeny z 10% na 20%. To je, ospravedlňujem sa, v materiáli je chyba. Nie ide o 399,20 €, ale ide o 397,20 €. Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom odmeniť výsledky práce hlavného kontrolóra vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej práce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Prepáčte, ja som neprečítal znenie toho bodu, čo prerokovávam, takže návrh na úpravu mesačnej odmeny hlavnému kontrolóru. Tak javaslom a prírodem nőrhali jutal ma odosítására. Tehát ez a tanács tárgyalta olyan értelemben, hogy a tanács javasolja
jóvá hagyásra az előfejlesztett anyagot ezzel a kitétellel, hogy az egész számot helyesen kell értelmezni. Megnyitom a vitát, ott vár rám diszkuszió. Takže budeme, keďže nie sú diskutujúci, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý je v nasledovnom znení. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Štúrovo výške 20% z mesačného platu hlavného kontrolóra, a to s účinnosťou od 1.5.2019. To je prvýkrát za mesiac má 2019. Prosím, hlasujte o tom, čo máme. Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. Pokračujeme ďalším bodom. Rušenie. Čo sa ruší? No však predchádzať, musíme predchádzať, teda bývalé uznesenie, musíme rušiť. Aha. Dobre, takže OK, prosím, hlasujte o tom druhom uznesení, že mestské zastupiteľstvo zároveň zrušuje svoje uznesenie číslo 71/2016 z dňa 29.4.2016. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Ideme na bod 13.10. Návrhy Komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže. Odovzdávam slovo predsedkyni komisii, pani poslankyni Vitkovej. Ďakujem pekne. Komisia sa na svojom zasadnutí 23. apríla 2019 okrem iného zaoberala aj žiadosťami v zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Štúrovo 3/2013. Do komisie do termínu expedície bolo predložených 12 žiadostí, ktoré máte rozhodnutie o týchto žiadosti máte v zápise. Komisia rozhodla o 11 žiadostiach. V prípade žiadosti, ktorá je označená bodom 2.12, v tomto prípade komisia nerozhodla o tejto žiadosti. Je to žiadosť občianskeho združenia Ľudia so srdcom, kde vlastne to bola žiadosť na organizovanie Dňa detí. Komisia nerozhodla z toho titulu, že nebol priložený podrobný rozpočet tejto akcie a vlastne žiadanej sumy. A preto vlastne komisia rozhodla tak, že si požiadala tento podrobný rozpis doručiť do termínu zasadnutia Mestskej rady, čo sa aj stalo. A členovia komisie doporučujú poslancom Mestského zastupiteľstva zaujať stanovisko až po dodatočnom doručení podrobného rozpisu použitia požadovanej dotácie. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Mestská rada, áno, sa tomu venovala tiež. A Mestská rada doporučuje schváliť návrhy dotácie predložené komisiou vzdelávania kultúry, športu a mládeže. Takže nie sú pripomienky podľa tohoto, takže a tá otvorená záležitosť, bola doplnená? Tá otvorená záležitosť je bod 2.12, kde sme nerozhodli o tej žiadosti, žiadali sme doplnenie toho podrobného rozpisu, na čo by použili tých 710 eur, ktoré žiadajú. A o tejto žiadosti nebolo rozhodnuté. Dobre, ten podrobný rozpis použitia požadovanej dotácie bola predložená? Prosím? Podrobný áno, rozpis... Áno, do rady bola doručená, máme tu aj materiál, bolo to doručené. Len o tejto žiadosti sa nerozhodlo, nech sa páči návrh na sumu tejto žiadosti je, nech vám poviem, momentíček, je suma...
700 eur je výška, vie žiadať o sumy. Nech sa páči, toto je návrh, a príde iný návrh. To je požiadavka. Je tu nejaký iný návrh? Pán poslanec Sidelý. Pokiaľ požiadavka je 700, tak ja navrhujem 8400. Je tu návrh na 400. Dobre, a tomu pôvodnému návrhu nie sú pripomienky, berem tak. Takže ja doporučujem, aby sme teda separátne hlasovali o tom bode 2.12, to znamená o žiadosti v rámci toho bodu a prideliť 400 eur. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem pekne a prosím, aby sa hlasovalo o zvyšku, teda tak, ako je predložené komisiou. Nevidujem žiadne pozmeňujúce návrhy. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotácie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu v zmysle VZP mesta Štúrovo 3/2013 v súlade s návrhmi komisie vzdelávania, čo je obsiahnuté v predloženom zápise. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. No, prosím. Takže to boli tie návrhy na dotáciu, áno? Takže ešte v rámci dotácie sú nejaké ďalšie návrhy? Ale v rámci návrhu komisie, alebo informácie o komisii. No, dobre, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, len informatívne v podstate, čo sa ešte na komisii prejednávalo. Komisii bol doručený list od nadácie Sankeštván V. Ostrihome, list 29.12.2019, kde vlastne žiadateľ v podstate alebo oznamovateľ oboznámuje pána primátora s záverom umiestnenia pamätnej tabule Mariánovi Jánovi Lábikovi na fasáde budovy galérie Júliusa Bartur Štúrove. Komisia sa týmto zaoberala samozrejme a podporuje zámer umiestnenia takéto pamätnej tabule. Ďalší bol v rámci takej diskusie alebo v rámci vlastne oboznámenia sa prác, ktoré súvisia alebo v rámci akcie revitalizácie námestia svätého Imricha. Tu nás vlastne vedúci oddelenia pán inžinier Folk oboznámil členov komisie s prípravou návrhu pamätníka sochy svätého Imricha a tu vlastne komisia vyjadrila stanovisko, že vlastne je potrebné vypísať do budúcna potom tender na vizualizáciu tejto sochy svätého Imricha. Toto, čo sme mali na komisii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, uzatváram tento bod, otváram bod, ten posledný, 13. 11. Rôzne, nech sa páči. Ja mám dve veci. Jedna vec je, že 25. mája sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. Zatiaľ mesto všetky organizačné záležitosti zvláda. Dúfam, všetko bude v poriadku. Samozrejme, vyzývam každého, aby sa zúčastnil volieb. Druhá vec sa týka zajtrajšieho dňa pod organizáciou Mestského kultúrneho strediska. Zajtra po obede, respektíve do obeda je kvetinový festival, po obede sú rôzne vystúpenia na pešej zóne, takže prosím, tento má čas nech príde. Ja hodnotím veľmi pozitívne tie veci, ktoré sa udiali v rámci Dňa Zeme. Veľmi vysoká účasť bola zo strany obyvateľov mesta, zo strany poslancov, ten, ktorý prišiel, tak ďakujem teda veľmi pekne. No a dajem každému dobre zdravie. Nech sa páči, sa mi poslancí Erlánku.
Ďakujem pekne. Ja ešte na záver by som vás veľmi pekne poprosila. Minulý týždeň som vám rozposlala e-mail, že nám prišla pozvánka z partnerského mesta, tentoraz to je Kőbánya. Zároveň veľmi pekne ďakujem tým, čo sa prihlásili na pozvánku z mesta Bruntál. Aj vám to potvrdím, teda už som vám to aj potvrdila. Vaše mená som nahlásila, ale naozaj vás poprosím, aby ste dali vedieť najneskôr do štvrtka ohľadne návštevy mesta Kőbánya. Majte to všetci v e-maili, ďakujem. A ozvať sa na sekretariát, nie? Áno, veľmi dobrá poznámka, prosím. Musím na sekretariát avizovať. Takže zrejme sme vyčerpali všetky pôdy, si keď ide vyšiel. Takým to sa dáme polgárne, že to je ale stavoť. Európarlament by vála strášať lesnú, keďže je jo, tudný, že ten terén nám mám két jelölt. Azt lehetetlen megcsinálni, hogy mindenkettőt karikázzuk. Voltak olyan sztorik, nekem is azt mondták, hogy ezt merre szavaztam, meg téged karikáztalak, de hát ez lehetetlen, most is lehetetlen, de hát győzően a jobbik kettő közül választ. Ki az egyik? Köszönöm szépen. Állítás képviselő. Ja by som mal jednu poznámočku o kultúrnej komisii. Ja by som poprosil, ak budú prípadne sa o tomto baviť, o tejto tabuli, ktorá by mala byť umiestnená na tej galérii. Ja by som bol rád, keby bola aj dvojjazyčne tá tabula teda umiestnená, nielen maďarským jazykom, ale slovenskom, tak ako sú ostatné tabule, tak ak budete takéto posudzovať, tak by bolo vhodné, aby to bolo takto tak umiestnené. A možno treba porozmýšľať do mesta, ale s tým nemám nejaký problém, že by tam bolo umiestnené, ale porozmýšľať niekde nejaké miesto, kde by sa takéto pamätné tabule možno dávali, lebo skutočne tá budova galéria zde za chvíľu vyzerať nejaké urnový háj, pomaličky by s tým tabule. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak už je tam nacepený toľko tých tabul, že... OK, takže dnes Šipoš... Reagujete, že sa je ten kérezný tolmáčoljam a... Ebben nincs problémában, most nincs probléma, csak jövőben jó lenne elgondolkozni, hogy esetleg, hogyha bővítve lenne valahol a tábla, akkor valahol esetleg elgondolkozni, hogy legközelebbi tábla, ha lesz valahol máshol, vagy talán tényleg egy szép helyet, ahol lehet. Most ebben nincs gondom, még belül. De én a két nyelvűségre... Szeretném a két nyelvűen lenne, jó? Ez a testületnek a véleménye, vagy a város véleménye, vagy hogy tolmácsolja? Angolul. Ki állítja? Vagy angolul. Az az alapítva. Jogi keretek között tegye oda. Jó, majd megnézzük, jó? Van itt álláspontot, aztán majd megnézzük, hogy jó? Ez csak egy fölkérdés. Köszönöm szépen. Legyen Tinto, uzatváram. Program dnešného rokovania. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli a práve príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.